A tavaly évben hagyományteremtő szándékkal indult el a kampány, melynek célkitűzése az volt, hogy az 1%-os felajánlások minél nagyobb arányban a helyi szervezeteknél maradjanak. Székesfehérvár önkormányzata kezdeményezte a programot, ezzel is segítve a fehérvári civileket. Az volt tavaly is a célunk, és idén is az, hogy a lehető legtöbb fehérvári munkavállaló rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról, és azt lehetőség szerint helyi civil szervezetek felé rendelkezzen. Az adófizetők számára csak egy figyelmes rendelkezés ez, a város civil szervezeteinek azonban sok esetben a fennmaradást jelenti. Nincs ez másként az Albatrosz Repülőegyesületnél sem. A tavalyi évben ide is számos felajánlás érkezett. A szervezetnél idén az a döntés született, oktatásra fordítják az 1%-okból befolyt összeget. Ebből fiataloknak a sportolását, kiképzését tudjuk biztosítani, akkor ez nagyon sokat jelentett azoknak a fiataloknak, akik újonnan csatlakoznak az egyesülethez. A civil szervezetek ilyen módon való támogatásának egyes nagyvállalatoknál már-már hagyománya van. Ilyen cég például a fehérvári Alkalkőfém Kft. Több mint egy évtizede egy alapítványt hoztak létre a sérülés szenvedett dolgozók támogatására. A cégnél ilyenkor mindig felhívják a figyelmet, hogy az adó 1%-ával mennyit segíthetnek a munkatársak az alapítványnak. A személyi jövedelemadó elkészítéséhez, amikor a vállalat kiadja a szükséges adatokat, abba a borítékba mindig beleteszünk minden egyes dolgozónk számára már egy előre kitöltött 1%-os nyomtatványt, nyilván a segítség alapítványnak az adataival. Azok a magánszemélyek, akik még nem rendelkeztek idén adójuk 1%-áról, 2012. május 10-éig megtehetik. Ennek módjáról az adóhatóság honlapján mindenki részletesen tájékozódhat.